Az avasszáló értékesítése és a miskolci piac zavartalan működése, a többi közt ezekről tárgyalt a képviselőtestület. A koronavírus miatt a megszokott közgyűlés elmaradt, helyette a képviselők online konzultáción vehettek részt Veres Pál vezetésével. A kormány által életbe léptetett rendkívüli jogrend szerint a polgármester az intézmények megszüntetésén, átszervezésén, illetve ellátási körzeteinek módosításán kívül minden egyéb ügyben egyedül is hozhat döntést. Veres Pál úgy határozott, hogy a döntések meghozatala előtt minden véleményt és javaslatot mérlegel. Szinte üres a közgyűlési terem, mégis a legtöbben jelen vannak. A képviselőtestület tagjai a megszokott közgyűlés helyett az online térben találkoztak. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a rendkívüli alkalmon. Veres Pál polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a kormány által életbe léptetett rendkívüli jogrend szerint közgyűlés nem ülhet össze. Ezért annak jogkörét ilyenkor a polgármester látja el. A polgármester hozza meg a közgyűlési döntéseket, ugyanakkor mindenképpen indokolt, hogy a képviselőtestület tagjának bevonása megtörténjen a döntések előkészítésében és a döntési folyamatban. Ezért döntöttek az online konzultáció mellett, ahol a 12 napirendi ponttal kapcsolatban bárki elmondhatta véleményét. Szavazás viszont nem volt. Az egyik központi téma az ingatlan értékesítésekkel kapcsolatban az avasszáló ügye volt, mint ahogy arról korábban beszámoltunk, az évtizedek óta elhanyagolt romos épületnek új gazdája lehet. A Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány egy oktató, tehetséggondozó központot hozna létre a belvárosban. A város ingatlan értékesítéséhez szintén közgyűlési döntés szükséges. Egyáltalán arra, hogy ezt meghirdethessük értékesítésre. Ez is sorra kerül ma az avasszáló esetében, amikor is arra kap felhatalmazást, vagy kapunk felhatalmazást, és hozom meg majd azt a döntést, hogy ezt az ingatlant értékesítésre nyílt pályázatba kiírhassuk. Ezen kívül napirenden volt a miskolci piac ügye is. A városvezetés azt szeretné, ha az évek óta tartó peres jogi eljárás, ami az önkormányzat és a működtető között folyik, megoldódna a zavartalan működés és a fejlesztések elősegítése érdekében. Szó volt arról is, hogy az önkormányzat pályázatot ír ki a Csodamalom Bábszínház vezetői posztjára, mivel a jelenlegi vezető megbízatása fél év múlva lejár. Továbbá új utca került fel Miskolc térképére. A déli ipari park területén az újonnan létesült utcát a közelmúltban elhunyt elismert mérnökről, Kozák Imréről nevezték el.